A második éjszaka, attól tartva, hogy Anasztázia esetleg újra hozzám költözteti medvéjét, hogy az melegítsen, vagy esetleg még keresztbe rak nekem, határozottan elutasítottam, hogy nyugovóra térjek, ha ő maga nem fekszik mellém. Azt gondoltam ugyanis, hogy ha mellettem lesz, nem árthat nekem. Így hát azt mondtam neki. Te engem vendégségbe hívtál magadhoz, ugye? Az otthonodba. Azt gondoltam, hogy lesznek itt valamilyen épületek. De te még tüzet sem engedsz rakni. Éjjel ráadásul állatokat fektettél mellém. Ha nincs rendes házad, akkor minek hívtál meg? Rende van, Vladimir. Nem érgelődj, kérlek. Ne félj. Semmi rossz nem történik veled. Ha így kívánod, melléd fekszem, és majd melengetlek. Ezúttal még több cédrus ágacska, gondosan elhelyezett száraz fű volt a földbe vágyt kunyhóba rakva, a falak pedig szintén ágacskákkal voltak kirakva. Levetkőztem. Nadrágom és szvetterem fejem alá raktam, lefeküdtem és betakaróztam az orkán kabátommal. A cédrus ágacskák ugyanezt a növényi illatot, aromát árasztották, amelyről az ismeretterjesztő irodalom azt állítja, hogy fertőtleníti a levegőt. Jól lehet, a taigában a levegő amúgy is tiszta. Belégzése kellemes. A száraz fű, virágok és még valamiféle különleges finom aromával is dúsították az egészet. Anasztázia betartotta szavát, és mellém feküdt. Éreztem, hogy teste illata felülmúl minden illatot. Kellemesebb volt, mint a legfinomabb parfüm, melyek illatát nőn valaha is éreztem. De most eszembe sem jutott, hogy magamévá tegyem. A tisztásra vezető úton szerzett tapasztalatok, az akkor felébredt félelem és eszméletvesztés után bizony már semmilyen testi gerjedelem nem lett úrrá rajtam, mikor mesztelenül láttam. Feküdtem, és arról a fiamról álmodoztam, melyet feleségem nem szült meg. Felötlött bennem. Milyen jó is lenne, ha fiam lenne Anasztáziától. Anasztázia olyan egészséges, erős és szép. Az azt jelenti, hogy a gyermek is egészséges lenne. Hasonlítani pedig rám hasonlítana. Na jó, hasonlítson rá is. De azért inkább rám. Erős és okos ember lesz belőle. Sok mindent fog tudni. Tehetséges és boldog lesz. Elképzeltem fiamat, mint szopós kisbabát, ahogy Anasztázia mellbimbóira tapad. És akaratlanul is Anasztázia rugalmas meleg mellére helyeztem kezem. Ekkor hirtelen borzongás futott át testemen, és el is tűnt. Jól lehet, ez nem a félelem keltette borzongás volt, hanem másmilyen, rendkívül kellemes. Kezem nem húztam el, hanem csak lélegzet visszafolyta vártam, hogy most mi fog történni. És egyszer csak megéreztem, hogy kezemre Anasztázia puha tenyere simult. Nem utasított vissza. Felemelkedtem, és fürkészni kezdtem gyönyörű arcát. A fehér északi éjszaka még vonzóbbá tette. Szemem nem tudtam róla levenni. Szürkéskék szemei szeretettel telve néztek rám, nem tudtam megállni, hogy ne hajoljak le, és gyorsan és óvatosan egy csókot ne leheljek nyitott ajkaira. Testemen újra kellemes borzongás futott át. Az arcomat körüllengte leheletének illata. Most ajkai nem mondták azt, amit legutóbb. Ne, nyugodj meg! És nem éreztem félelmet sem. A fiamról szőtt gondolatok nem hagytak nyugodni. És amikor Anasztázia gyengéden átölelt, megsimogatta hajam, és egész testével befogadott. Valami olyan csodálatosat éreztem, amit...
Csak reggel. Mikor felébredtem, voltam képes tudatosítani, hogy a boldogság és elégedettség ilyen óriási és gyönyörű érzését az életben még soha nem éreztem. Még az is furcsa volt, hogy nővel töltött éjszaka elmúltával mindig beállt egyfajta testi fáradtság. Itt azonban minden teljesen másképp történt. Olyan érzés támad bennem, mintha valami nagyot és nagyszerűt alkottunk volna. Az öröm nem csupán testi szinten volt bennem jelen, hanem valami felfoghatatlant, korábban nem tudatosított, rendkívülit, gyönyörűt és örömtelit éreztem. Felötlött bennem az a gondolat, hogy élni csak ilyen érzés miatt érdemes. De akkor korábban vajon miért nem volt részem semmilyen hasonlóban? Jól lehet, korábban is voltam nőkkel. Szépekkel, kedvesekkel és a szerelemben tapasztaltakkal is. Anasztázia szűz volt. Remegő és kedves, szűz ilyen tiszta lány. Ám ezen túl volt még benne olyas valami, amit egyetlen más nő sem hordozott magában azok közül, akiket ismertem. Mi az? Most meg hol van? A kellemes odu vagy földbevájt kunyhó bejáratához kúsztam, és félig kibújva rajta kinéztem a tisztásra. A tisztás a gyönyörűséges éjjeli szálláshoz képest valamivel lejjebb terült el, fél méter magas reggeli köttakaró borította. És e ködben, karjait széttárva, Anasztázia forgott. Kis kötfelhőket emelgetett maga köré. Amikor az egyik már el is takarta, könnyedén felugrott, spárgát csinált a levegőben, akár egy primadonna, átrepült a kötfelhő fölött, új helyre szállt le, és újfent, nevetve, új felhőcskét varázsolt maga köré, melyen keresztül a felkelő nap Anasztáziát szilogató sugarai hatoltak át. A látvány elbűvölt, és lenyűgözött. Lelkesen kiáltottam. Anasztázia! Jó reggelt! Gyönyörű erdei tündér, Anasztázia! Jó reggelt, Vladimir! Kiáltott vissza vidáman válaszul. Most olyan jól, olyan gyönyörűen érzem magam! Mitől ennyire jól? Kiáltottam, ahogy csak kifért a torkomon. Anasztázia napfelé tárta karjait, elnevette magát, és örömteli nevetésével, mely rám is rám ragadt, s válaszul nekem még, meg valakinek fölöttünk, énekelve kiáltotta. Ezt megtapasztalni a világegyetem összes lényei közül egyedül az embernek adatott meg, csak a férfinak és a nőnek, amikor egymástól őszintén gyermeket akarnak, csak az az ember, aki ilyen tapasztal, gyújt csillagot az égen. Csak annak az embernek, aki alkotni és teremteni vágyik. Hála legyen neked! És hozzám fordulva még gyorsan hozzátette. Csak annak az embernek, aki arra vágyik, hogy alkosson és teremtsen, és nem arra, hogy testi vágyait elégítse ki. Újra gyöngyöző kacagásba fogott. Felugrott, spárgát csinált, röpködött a köt fölött. Aztán hozzám szaladt, és leült mellém éjszakai szállásunk bejáratába. Majd ujjaival aranyszőke haját kezdte hátulról fölfelé emelgetni és szétfésülgetni. Ez azt jelenti, hogy a szexet nem tartod valamiféle bűnnek? Kérdeztem. Anasztázia megdermett. Csodálkozva rám nézett, és így válaszolt. Hát ez volt az a szex, amit a ti világotokban a szex szó alatt értetek. És ha nem, akkor mi számít nagyobb bűnnek? Ha az ember azért adja át magát, hogy világra jöjjön egy ember, vagy ha megtartóztatja magát, és nem engedi, hogy világra jöjjön egy ember, egy igazi ember? Elgondolkodtam. És valóban az Anasztáziával töltött éjszakát nem lehetett közönséges szexnek nevezni. Akkor tehát mi történt az éjjel? Minek lehet nevezni? És újra megkérdeztem. Akkor korábban velem, és gondolom sok mással sem, miért nem fordult elő semmi hasonló? Tudod, Vladimir, a sötét erők az emberben azért igyekeznek alantas testi vágyakat ébreszteni, hogy az ember ne tapasztalhassa meg azt a boldogságot,
amelyet Isten ajándékozott neki. Ezek az erők mindenféle módot felhasználnak arra, hogy elhitessék az emberrel, hogy az ember a boldogságot csupán testi kielégülésre gondolva könnyen el tudja érni. És éppen ezzel vezetik el az embert az igazságtól. Szegény, rászedett asszonyok, mit sem tudnak róla, egész életükben szenvednek, egész életükben keresik az elveszett boldogságot. De nem ott, ahol az található. Egyetlen nő sem tudja visszatartani a férfit az erkölcsi elsivárosodástól, ha csak a testi szükséglete kielégítése miatt adja magát oda neki. Ha ez megtörtént, közös életük nem lesz boldog. Közös életük csupán az együttélés illúziója, a formaságok által kieszközölt hazugság, csalás, mert a nő maga is azonnal erkölcstelenné válik, tekintet nélkül arra, hogy az adott férfihoz férjhez mente vagy sem. Ó, hány törvényt, feltételt alkotott az emberiség annak érdekében, hogy mesterségesen erősítsék ezt a hazug köteléket. Szellemi és világi törvényt. Mint hiába. Legfeljebb rákényszerítették az embert arra, hogy alárendelje magát, megjátsza, hogy a kapcsolat létezik. A belső hozzáállás és a szándék mindig ugyanaz marad, és senkinek és semminek sincs alárendelve. Jézus Krisztus mindezt látta, és megpróbált ezzel szembeszállni, mikor azt mondta, ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott az ő szívében. Aztán ti, még nem is olyan régen, megpróbáltátok elítélni azt az embert, aki elhagyta családját. De soha semmi, semmilyen helyzet nem tarthatja vissza az ember vágyát, hogy ne keresse az ösztönösen érzett magasabb szintű örömöt, határtalan boldogságot. Makacsul tovább ne keresse azt. A képmutató kötelék iszonyatos. A gyermekek, érted, Vladimir? A gyermekek. Ők érzik az ilyen szövetség mesterkéltségét, hazugságát. A gyerekek kezdenek kételkedni mindenben, amit a szülők mondanak nekik. Ők a hazugságot tudatalatti szinten már fogantatásuk pillanatában érzik, és rosszul vannak tőle. Ki? Mondd vajon ki? Melyik ember akar csupán testi gyönyörök eredményeképpen jönni e világra? Mindenki azt szeretné, ha a szeretet hatalmas túláradásában, az alkotás iránti vágyban teremtetne, és nem a testi szórakozás eredményeként születne a világra. Akik hazugságon alapuló kötelékre lépnek, azok titokban társukon kívül fognak igaz boldogságot keresni. Megpróbálnak majd mindent, hogy újabb és újabb testekkel, vagy csak saját testük közönséges és bűnös módon való felhasználásával vegyék birtokba a boldogságot. Csupán azért, hogy ösztönösen érezzék, hogy az igazi kötelékből áradó boldogság egyre jobban távolodik tőlük. Várj, lassan, Anasztázia, csak lassan. Hát olyannyira elvetemült a férfi és a nő, ha először egyszerűen csak szex jön közöttük létre. Hát nincs visszaút, nincs lehetőség helyrehozni a helyzetet. De van. Most már tudom, mit kell tenni. De hol, milyen szavakat találjak, hogy ki tudjam fejezni, amit tenni kell? Egész idő alatt az ilyen szavakat keresem. Már a múltban is ilyeneket kerestem, és továbbra is keresni fogom. Nem találtam. Talán itt vannak valahol a közelben. Bármikor feltűnhetnek, új szavak születnek, olyanok, amelyek képesek belehatolni a szívbe, és onnan az észbe. Új szavak az eredeti források ősi igazságáról. Sose busulj, Anasztázia. Ameddig nincsenek új szavak, nyugodtan mondd el azokkal, amelyek léteznek, úgymond hozzávetőlegesen. Ugyan mi kell az igaz boldogsághoz két testen kívül? Tudatosság. Kölcsönös alkotási szándék. A szándék őszintesége és tisztasága. Honnan tudod te mindezt, Anasztázia? Nem csak nekem van róla tudomásom.
A lényegét az embereknek olyan felvilágosult szellemek próbálták megmagyarázni, mint Krisna, Ráma, Síva, Krisztus, Mohamed vagy Buddha. Mi az? Csak nem olvastál róluk. Hol és mikor? Nem olvastam róluk, egyszerűen tudom, mit mondtak, miről gondolkodtak, mit akartak. Ez tehát szerinted azt jelenti, hogy a szex mint olyan valami rossz? Nagyon rossz. Elvezeti az embert az igazságtól. Megbomlasztja a családot. Roppant mennyiségű energia távozik rajta keresztül a semmibe. Akkor hát miért jelenik meg annyi folyóirat? Mesztelen nőkkel, mindenféle erotikus helyzetekben, filmek tele erotikával és szexel. És mindez nagy népszerűségnek örvend. A kereslet szüli a kínálatot. Azt akarod talán mondani, hogy az emberiség teljesen hülye? Az emberiség nem hülye, de a sötét erők mechanizmusa, mely elfedi a szellemiséget, és helyette az alantas testi gyönyöröket gerjeszti, nagyon erős mechanizmus. Sok nyomort és szenvedést hoz az emberekre. A nők révén létezik, és szépségüket használja fel. Szépségüket, mely arra hivatott, hogy a férfiban felébressze a költőt, a festőt, az alkotó szellemet. De ahhoz, hogy ez így legyen, a nőnek magának tisztának kell lennie. Ha nincs benne elegendő tisztaság, a férfit teste bájaival próbálja elkábítani. Mint egy edény, mely kívül ugyan szép, de belül üres. A férfit átverték, becsapták. E csalódás miatt a nőnek szükségszerűen kell egész életében szenvednie. De mit is jelent ez voltaképpen? Az emberiség évezredek óta tartó létezése során nem volt képes legyőzni a sötét erőke mechanizmusát. Akkor ez azt jelenti, hogy erősebb az embernél? Nem volt képes azt legyőzni annak ellenére, hogy voltak, ahogyan te mondod, felvilágosult szellemek, akik figyelmeztették. Tehát nem is lehet legyőzni. Méghozzá az is lehet, hogy nem is kell. Lehet is és kell is. Elkerülhetetlenül szükséges. És ki teheti azt meg? A nők. Azok a nők, akik képesek megérteni az igazságot, és saját rendeltetésüket is. Akkor majd megváltoznak a férfiak is. Ugyan már, Anasztázia. Ugyan már. Egy normális férfit mindig is izgatni fogják a szép női lábak mellek. Főleg akkor, amikor szolgálati úton van, vagy pihen, távol nejétől. Ez így működik. Így van elrendezve. Ezen senki sem tud már változtatni. Nem fog másképpen csinálni. De én veled igen. Mit csináltál te velem? Ezen túl te most már azzal a pusztító szexel nem fogsz tudni többé foglalkozni. Mintha áramütés ért volna. Úgy hasított belém a gondolat, és az éjszaka született gyönyörű érzést kezdte belőlem kiűzni. Mit tettél, Anasztázia? Mit? Én most... Micsoda? Én most impotens leszek? Ellenkezőleg, te csak most váltál igazi férfiúvá. Csak a közönséges szexet fogod utálni. Már nem fogja tudni megadni neked azt, amit megtapasztaltál. Az igazit csak akkor tudod megtapasztalni, amikor gyermeket szeretnél, és amikor a nő is ugyanezt akarja tőled. És szükséges, hogy őszintén szeressen téged. Szeressen? De hát ilyen feltételek mellett. De hát ez az egész életben csak néhányszor fordulhat elő. Ez, Vladimir, biztosíthatlak, elég is ahhoz, elhiheted, hogy egész életedben boldog légy. Majd megérted. Később majd érezni fogod. Az emberek, még ha többszöri alkalommal is lépnek testileg kapcsolatra, nem tudják, hogy az ember az igazi boldogságot sosem tudja elérni, ha csupán testét használja. A férfi és a nő a mérhetetlen boldogságot a lét minden összekapcsolt szintjén, a fényes lelkesedés túláradásában, az alkotás iránti törekvésben érzi és tapasztalja meg. A teremtő csak az ember számára tette ezt megismerhetővé. Ez nem röpke illanó megelégedettség, és a testi kielégültséggel össze sem lehet hasonlítani.
Az általa kiváltott érzések az embert a lét minden szintjén hosszú időre védelmezik. Boldoggá tesznek téged is, és a nőt is. A nőt, aki képes a teremtő képmására létrejött teremtményt megszülni. Anasztázia felém nyújtotta kezét, és megpróbált hozzám csúszni. Gyorsan a kunyhó sarkába ugrottam előle, és elkiáltottam magam. Engedj a kijárathoz szépszerével! Anasztázia felállt, kimásztam és hátráltam néhány lépést. Lehet, hogy te az életben a legfontosabb örömtől szabadítottál meg engem. Erre vágyik mindenki, erre gondol mindenki, még ha ki sem mondja. Illúzió, Vladimir, illúzió. Ez csak megelégedettség. Segítettem neked megszabadulni egy rettentően káros és bűnös függőségtől. Illúzió vagy nem illúzió, mindegy, egyre megy. A szex mindenki számára elfogadott öröm. Eszedbe ne jusson megszabadítani engem más örömtől, vagy ahogy az neked tűnik, káros szenvedélytől. Vagy ha már kijutok innen, akkor a nőkkel talán már beszélni se fogok tudni, se meginni valamit, falatozni, vagy dohányozni se. Hát az ilyen állapot a rendes életben az emberek többségének szokatlan állapot. De hát mi jó van egyáltalán az ivásban, a dohányzásban, az állatok roppant mennyiségű húsának értelmetlen és káros emésztésében, amikor olyan sok gyönyörű növény kimondottan az ember táplálására lett teremtve? Te csak nyugodtan edd a növényeidet, ha neked ez úgy tetszik, de engem hagyj békében. Nálunk sokak számára igenis öröm a dohányzás, az ivás, a jó ételek evése. Nálunk ez így van. Érted? Így van. De mindaz, amit itt megneveztél, rossz és káros. Rossz, káros. Ha vendégeim érkeznek, asztalhoz ülnek. Mondjam majd nekik azt, hogy tessék, parancsoljanak, rágcsáljanak egy kis mogyorót, fogyasszanak almácskát, igyanak vizet és ne dohányozzanak. Hát akkor lesz majd csak rossz. Ha összejössz a barátaiddal, az a legfontosabb, hogy asztalhoz üljetek, egyetek és dohányozzatok? Legfontosabb vagy nem legfontosabb, nem számít. Így megy ez az egész világon. Mindenki így csinálja. Vannak országok, ahol bizonyos ételek szinte szertartásnak számítanak, mint például a sült pulyka. Még a ti világotokban sem minden ember fogadja ezt el. Jó, legyen igazad, nem mindenki, de én normális emberek között élek. Miért gondolod, hogy azok az emberek, akik téged vesznek körül, azok a legnormálisabbak? Azért, mert többségben vannak. Ez elégtelen indok. Neked elégtelen, mert neked ezt nem lehet megmagyarázni. Haragom Anasztázia iránt azért elmúlóban volt. Eszembe jutott, hogy hallottam orvosi készítményekről, orvosokról, akik szexuál patológiával foglalkoznak. És felötlött bennem, ha esetleg netántán kárt tett bennem, akkor azt az orvosok még helyre tudják hozni. Ezért azt mondtam, rendben van, Anasztázia, kössünk békét. Többé én már rád nem haragszom. A csodálatos éjszakát köszönöm. De te többé semmilyen rossz szokásomtól meg ne szabadíts. Ami pedig a szexet illeti, azt majd rendbetétetem az orvosainkkal és a modern gyógyszerekkel. Gyere, menjünk fürödni! Elindultam a tó irányába, és gyönyörködtem a hajnali erdőben. Már újra kezdett visszatérni jókedvem, mikor tessék, ismét ledorongolt. Mögöttem jön és azt mondja. Bizony, te rajtad már sem gyógyszer, sem orvos nem segít. Ahhoz, hogy minden visszaálljon a régi kerékvágásba, feltétlenül szükséges lesz kitörölni emlékezetedből a történteket, és azt, amit éreztél. Erre tehetetlenül megálltam. Akkor állíts vissza mindent, te! Nem tehetem. Újra elfogott az őrjöngő düh és félelem érzése. Te! Te pimasz! Orvul belavatkozol az életembe, és összezavarsz. Ha ocsmánságokról van szó, akkor azt tehetem. Ha pedig helyre is kell hozni a dolgokat, akkor azt bezzeg már nem tehetem. Semmilyen ocsmánságot nem tettem.
hiszen te magad akartad annyira, hogy fiad legyen. És bizony nem is kis idő múlt már el feletted, de fiad még sincs. És az életedben pedig már olyan nő nincs is, aki fiú gyermeket szülne neked. De én igen. És én is vágytam egy gyermekre tőled, és szintén fiú gyermekre. Akkor meg miért aggodalmaskodsz előre amiatt, hogy rossz lesz neked? Lehet, hogy később majd megérted. Ne félj tőlem. Kérlek, Vladimir, egyáltalán nem avatkozom a lelkedbe. Ez csak úgy magától adódott. Megkaptad azt, amit akartál. Mindamellett nagyon, de nagyon szeretnélek megszabadítani, legalább még egy halálos bűnöttől. Melyiktől? A büszkeségettől. Milyen fura is vagy te. A te filozófiád és életfelfogásod abszolút embertelen. De hát mi van bennem olyannyira embertelen, ami számodra taszító? Az erdőben élsz, egyedül, állatokkal, növényekkel társalogsz. Nálunk még ehhez hasonlóan sem él így senki. Hogy, Vladimir? Ugyan miért? Kérdezte Anasztázia izgatottan. De hát a kiskert tulajdonosok, azok is társalognak a növényekkel, jól lehet nem tudatosan. Később azonban majd megértik. Már is sok mindent kezdenek érteni. Na tessék, a kiskert tulajdonosnő. És a sugarad, az mi? Könyveket nem olvasol, de sokat tudsz. Ez valami misztika. Mindent meg tudok neked magyarázni, Vladimir. De nem azonnal és egyszerre. Igyekszem, de nem tudok megfelelő szavakat találni. Érthetőeket. Higgy nekem, kérlek. Minden, amit csinálok, az ember számára természetes. A kezdet kezdetétől adott a számára. Az eredeti forrásban, és erre mindenki képes lenne. Az eredeti forráshoz az emberek amúgy is visszatérnek. Ez majd fokozatosan fog bekövetkezni, amikor a fényes erők győzedelmeskednek. És a koncert, amit tartottál, az mi? Mindenféle hangon énekeltél, utánoztad kedvenc énekeseimet, éppen úgy, ahogy videókazettámon voltak feljátszva. Ez csak így adódott, Vladimir. Én egyszer láttam ezt a kazettát. Majd később elmesélem, hogyan is történt. És hogy van az, hogy rögtön megjegyezted az összes dal szövegét és melódiáját? Megjegyeztem. De hát mi van ezen olyan komplikált, misztikus? Jaj, mit hordtam én itt össze? Megijedtél tőlem. Én minden bizonnyal tényleg nehéz felfogású, lobbanékony vagyok. A nagypapám nevezett egyszer annak. Azt gondoltam, pusztán szeretetből. De én tényleg lobbanékony vagyok. Kérlek, Vladimir. Anasztázia olyan emberien felindultan beszélt, hogy az iránta érzett félelme majdnem elillant. A fiamról szőtt gondolataim teljesen betöltötték érzéseimet. Hiszen már nem félek tőled. Csak légy tartózkodóbb. A nagypapád is ezt mondta, nem? Igen, ő is. Én meg csak beszélek. Annyira szeretnék mindent elmondani. Sokat locsogok? Igen, majd igyekszem nem sokat beszélni. Nagyon igyekszem majd tartózkodó lenni, és csak azt mondani, ami érthető. Tehát te nem sokára szülni fogsz, Anasztázia? Természetesen. Csak nem a megfelelő időben. Hogy nem a megfelelő időben? Feltétlenül nyáron szükséges, amikor a természet segít nevelni. Miért döntöttél így, ha neked és a gyermeknek is kockázatos? Ne aggódj, Vladimir, a fiad biztosan élni fog. És te? Majd én is igyekszem kibírni tavaszig, akkor pedig minden rendbe jön. Anasztázia mindezt a szomorúság vagy a saját életéért való aggodalom nélkül mondta. Majd neki lendült, és beugrott a kis tavacskába. A nap sugaraiban ragyogó vízcseppek repültek szerte szét, akár egy tűzi játék. Majd a tó tiszta, sima felületére hullottak vissza.
Teste a tó felszínén több mint 30 másodperc múlva kezdett lassan mutatkozni. Feküdt a vizen, tenyereit fölfelé tartotta, karjait széttárta és mosolygott. A parton álltam, Anasztáziát néztem, és felötlött bennem. Vajon meghallja-e majd a mókus az ujjai pattintását, ha a kisbabával az oltalmul szolgáló oduk egyikében fog feküdni? Vajon segít-e valamelyik négylábú barátja? Elegendő lesz-e majd teste melege, hogy a gyermeket felmelegítse? Ha a testem hűlni fog, és a gyermeknek nem lesz mit ennie, sírni fog, mondta Anasztázia csendesen, mikor kijött a vízből. Elégedetlen sírása felébresztheti a tavaszba hajló természetet, vagy annak egy részét, és akkor minden jó lesz, majd felnevelik. A gondolataimat olvastad? Nem, csupán feltételeztem, hogy éppen erre gondolsz, hiszen ez természetes, nem? Anasztázia, azt mondtad, hogy a szomszédos területeken rokonaid laknak. Nem segíthetnének neked? Nagyon elfoglaltak, és a munkájuktól nem lehet őket elvonni. Mondd, Anasztázia, ők mivel foglalkoznak? És mit csinálsz te egész nap, ha voltak éppen téged teljes mértékben kiszolgál a környező természet? Én próbálok segíteni a világotokban élő embereknek, akiket ti kiskert tulajdonosoknak vagy kiskerteseknek neveztek.